Sziasztok, Doki vagyok. Többen is hiányoltátok a gameplay tartalmat, ezért úgy döntöttem, hogy belekezdek egy sorozatba, és igazából ez rajtatok fog múlni, hogy ez sorozat lesz-e. Ha tetszik nektek, nagyon szívesen fogok ilyen videókat csinálni. Igazából most egy magyar szerveren járok, ami a Flying City névre hallgat, és ez egy roleplay szerver egyébként, ami azt jelenti, hogy ugye ez egy szerepjátékos szerver. Szóval ez nem egy olyan szerver, ahol telekvilág van, meg ilyen hasonló dolgok. Itt elég keményen meg kell küzdeni egyébként az életért, úgy is mondhatjuk, és ugye feladatokat kell teljesíteni, különböző küldetéseket. Azt el szeretném mondani, hogy sajnos ugye én már elkezdtem a saját karakteremmel itt játszani, és nem volt arra lehetőség, hogy kitöröljék azt a karakteremet, úgyhogy egy másik néven vagyok fent, egyébként teljesen ugyanaz, csak mögötte van még egy 15-ös, itt is van. Szóval, ha láttok esetleg, akkor kérlek, ne nagyon írkáljatok, mert lehet, hogy éppen felvételt veszek, és nem biztos, hogy tudok olyankor válaszolni, sőt, nem fogok tudni válaszolni, mert nem a chatre szeretnék ilyenkor figyelni. Egyébként megpróbálok olyankor felvételt készíteni, amikor kevesen vannak. Most egyébként reggel 8 óra van, hétfő, úgyhogy szerintem a legtöbben az iskolában pihenitek ki a hétvége fáradalmait, mondhatjuk így is, mert ugye a legtöbben nem tanulni járnak be az iskolába. De hát, na mindegy, ezt inkább hagyjuk. Szóval ez a szerver teljesen más lesz, mint amilyeneket megszokhattatok. Nincsen telekvilág, nincsen fotelep, nincsenek minigémek, nincsen mobaréna, semmi ilyesmi. Szóval aki az ilyesmire nem vágyik, az inkább ne is jöjjön föl, mert szóval itt bárki megölhet bárkit, nincsen sírás, hogyha valakinek elveszik valamilyen. Szóval azért ez egy elég komoly szerver. Talán azt még nem mondtam, hogy ugye a részeket úgy fogom föltölteni, hogy csak a küldetéseket, illetve hogyha valami különlegesebb dolog történik a szerveren, mert nem akarok felvenni minden egyes mozdulatot, nem akarom azt felvenni, amikor ugye alapanyagért megyek bányászni, illetve szörnyeket ölök, hogy fejlődhessek, de azokat, amikor küldetéseket fogok végigjátszani, ezt mindenféleképpen felveszem, hiszen ez az egész sorozat erről fog szólni, hogy ugye a küldetéseket végigjátszom, ti meg tudjátok nézni milyen, és ha van hozzá kedvetek, gyertek, próbáljátok ki, öljétek meg hamarabb a bosszokat, mint ahogy én teszem. A szabályzatot gyorsan akkor végig is olvasnám, illetve azt, hogy pontosan mit is kell itt csinálnunk. Ez az első rész egyébként erről fog szólni, végigolvasom a szabályokat és nagyjából istenséget választok, úgyhogy aki már ismertebb a szerveren, talán át is ugorhatja ezt a részt. Azért dobjon egy lájkot, hogy megerősítsen abban, hogy esetleg ő kíváncsi a többire is. Szóval, üdvözlünk a Flying City Heroes szerverén. Most a tutorial részlegen vagy, hogy végigvezessünk a szerveren és megismert, hogy mit hogyan kell csinálni, hiszen ez egy egyedi szerver. Itt minden máshogy működik, mint máshol. Első feladat, olvasd el a szabályzatot. A szabályzatot a per szabályzat parancsal éred el. Gyanítom egyébként, hogy teljesen ugyanaz, mint mindenhol, ne káromkodj, ne lopj. Húha. Server survival multiplayer módban fut, tehát PvP engedélyező van. Ha valaki megöl és elveszi a dolgaid, az nem ütközik a szabályba, tehát ne kérd számon az adminoktól. Ne fogadj el senkitől teleportot, csak ha megbízol benne. A szándékos idegesítést vagy trollkodást nagyon szigorúan vesszük. Ne kérj az adminoktól itemeket, rangot vagy jogot, vagy hogy segítsen építeni vagy törölni. Ha kérdésed van, egy admin felé használd a per help parancsot. Légy türelmes az adminokkal, hiszen nem csak te játszol a szerveren, másoknak is segíteni kell. A szabályzat megszegése és az etikátlan játék bant von maga után. Ha az admin rászól, saját érdekedben fogadd el és ne vitatkozz. Ha egyszer bannoltunk, az örökre ki van tiltva a szerverről, hiába kér umbant. Aki a fentieket nem tudja elfogadni, annak nincs helye a szerverem. Szóval, mint hogy láthatjátok, elég komolyan veszik ezt a dolgot. Minden tábla fontos. Ha a később olyat kérdezel, amit le van írva, nem biztos, hogy válaszolunk. Hát tényleg olvassátok el, bár most én mindent el fogok mondani. A szerver RPG tehát egy történettel alapul. Van egy játékmenet, nem csak úgy építünk, túlélünk, mint egy sima survival szerveren. Olvasd el a szerver történetet, ezt a per leírás parancsal érheted el. Azt hiszem ez fontos. Húha. A karaktered egy vándorlovag, akit az öreg lánc hozott a faluban, miután félholtra verve talált rá. A falut rettegésben tartja a 13 gonosz és a nagyúr. Célod az, hogy felszámold a 13 gonosz rejtek helyett, megöld őket és végül a nagyúrt is. Ha ez sikerül, átkerülsz egy másik faluba, ahol újabb küldetések várnak majd.
A szerver teljesen survival multiplayer, tehát mindenhol van PvP, kivétel a falut és néhány védett zónát. Nincsenek rangok, fatelep, eventek, minigémek és hasonló felesleges dolgok, mindenki egyenlően nincs kivételezés. A szerver RPG, tehát van egy játékmenet, küldetéseket kell felvenned és azokat kell teljesíteni. Minden küldetést egy NPC karakternél tudsz felvenni, ha rákattintasz jobb egerrel, majd beírod, hogy yes, ezzel elfogadva a küldetést. Csak akkor tudod felvenni a következő fő küldetést, ha az előzőt már megcsináltad. A pénz rendes item formájában van jelen, tehát ha valaki megöl, akkor el tudja venni a pénzt, ami nálad van. Minden küldetésért kapsz jutalmat, a küldetések helyszínére a teleporton keresztül juthatsz el, amihez egy iránytűre lesz szükséged. Minden játékos egy 50x256x50-szeres területet tud levédeni magának a szabadok földjén, ahova az első küldetés után juthatsz el, iránytű segítségével. Vannak képességeid, amit az istenek ruháznak rád, és ezeket fejlődésed során erősíted és szerzel új képességeket majd. A képességeidet egy sima könyv segítségével tudod használni. Jobb kattintás a könyvvel, képesség közötti váltás, bal kattintás pedig a képesség használata. Ezt majd egyébként úgy is látjátok, hogy ez hogyan működik. A harmadik feladat. Minden lényeges parancsot összegyűjtöttünk neked egy helyre, hogy ne kelljen találgatni. Illetve az adminokat nyaggatni, hogy mit hogyan kell. Nézd meg a parancsokat, a perinfo parancs elérhetőek kell. Húha! Hangos felolvasás. Ez szerencsére nem olyan sok. Per szabályzat, per leírás, per levédés, per parancsok. Rendben. Hát akit ez majd érdekel, az úgyis megnézi. Én már nagyjából tudom, hogy mik a szabályok, mik a parancsok. De hogyha elkezditek, akkor úgyis ti is meg tudjátok ezeket nézni. Nagyon fárasztani nem akarlak titeket. A szerver lényege az, hogy a küldetések teljesítésével juss előbbre és menj meg Flying City-t a gonosztól. Vannak fő és mellékküldetések. A mellékküldetések csak bónusz itemeket vagy pénzt adnak és nem kötelező megcsinálni azokat, viszont a fő küldetéseket kötelező, sőt sorban kell megcsinálni. Tehát ha az első küldetés nincs kész, akkor nem mehetsz a másodikra sem. Te menj be a tábla mögött található faházba, és próbáld meg, hogyan kell felvenni egy küldetést. Majd csináld meg, amit a küldetés kér tőled. Húha. Kezd kiszáradni a szem. Küldetés felvételés, kattints az NPC-re. Yes. És itt írja, hogy ugye kell Timnek csinálnom egy facsákányt. Alapanyagokért kattints ide. Azt hiszem, talán ez menni fog még, ez annyira nem nehéz küldetés. Szuper! Hol lehet lemenni? És tessék, Tim. Na, nem kaptam semmit. Mindegy, azért megcsináltam. Iránytű teleport használata. Minden küldetés az NPC-ktől vehető fel. Perkit alap. Ugye ebbe tudom magamhoz hívni a varázslókönyvemet, illetve az iránytűt, amivel tudok majd teleportálni, tehát nem varpolgatni kell, hanem ugye az iránytűvel tudunk majd elmenni különböző helyekre. A tutorial után választanod kell 4 istenség közül, minden istenség más képességeket ruház rád, amiket a játék során tudsz használni. Jól gondold át, mit választasz, mert később ez már nem módosítható. Képességeket egy sima könyv. Igen, ezt már olvastuk. Minden képesség manát igényel, amit a megölt szörnyek dobnak. Ha nincs manád, nem tudod használni. Manaszint megnézés per víz mana. Küldetésekről néhány info. Ugyanazon a fő küldetésen egyszerre csak egy játékos lehet, mert egyszerre csak egy tudja végigvinni azt. Ezért is fogom egyébként olyan időpontba fölvenni, amikor nincsenek fönt sokan, mert lehet, hogy éppen lenne bent valaki. Minden küldit fel kell venni ez egy NPC-nél, ha teljesítesz egy főküldit, kapsz egy könyvet a következő küldiről. Abban le van írva, kitől kell felvenni és hogy mit kell csinálni. Ha fő ellenség van, azt nem ölheted meg a képességeddel, csak gyengítheted vele, mert ha azzal ölöd meg, akkor a küldetés nem érvényes. Értem, szóval akkor olyan képességet kellene választani, ami nem feltétlenül öl meg mindent. Így néznek ki egyébként az XP-k, itt két XP rendszer van, az egyik a sima Minecraftos, ugyanivel lehet varázsolni, illetve a másik, ez a Nether Star, ugye ebben fog fejlődni a varázslónknak a képessége. Ugye itt írja, hogy a pervíz manával tudjuk megnézni, így néz ki a mana, itt a lesz szörnyek fogják dobni, hogyha megöljük őket, ebből is fel tudjuk tölteni a manánkat. Igen, azt hiszem mindent elolvastunk, és választunk is istenséget.
elkészültem, nagyon felkészültem. Szóval, ezeket már olvastuk, egyébként nagyon bebiztosították, hogy tényleg háromszor el lehet olvasni a szabályokat. Gyógyítás istene. Megnézem ezt, mert egyébként a másik felhasználómon jégisten vagyok, és nem igazából néztem át, hogy melyik mit csinál, csak úgy gyorsan rámentem. Self-heal, Holy Light, Super Soldier, Area Healing, Swine Fury. Mit csinál? Ennek vicces neve van. Megidéz egy robbanó malacot, ami oda megy a legközelebbi célponthoz is felrobban. Hát ez beteg. Igazából, ahogy látom egyébként a legelső pár ilyen képesség még csak a gyógyítással kapcsolatos. Tehát ezt a malacot elég későn fogom elérni. Úgyhogy inkább másikat választok, mert igazából a healing potival ugyanúgy el tudom ezt érni, inkább valami hasznosabbat fogok választani. Meg hát harcolni érdekesebb, úgyhogyha nem tudom folyamatosan föltölteni az életemet. Ez a jégistenség, ezt már úgy nagyjából ismerem, az első képesség, ugye azt tudja, hogy le tudja fagyasztani az embereket, és lelassítja őket. Frostbite, hipotermia. Lefagyasztja az ellenfelet, és folyamatosan sebzi, akkor ez ugyanaz, csak közben sebzi. Ez gondolom egy aurát csinál, ugye. Ez börtönbe zárja, ez egy falat fog ugye gondolom kreálni. Mit csinál? Azonnal lelassít és sebez minden közelben lévőt. Igazából a jégisten nem volt rossz, mert ugye a többit el tudom érni mindenféle varázslatokkal, enchantonkkal, tehát a tűzistenét is például egy Fire Aspect-es karddal simán ugye be lehet hozni. Viszont nehéz döntés lesz, mert nem biztos, hogy ugyanúgy jégisten szeretnék lenni. Egyébként nem rossz a jégisten, csak most már meg akarom nézni a többit is. Fireball, Fire Blast, Distraction, Fire Aura, Fire Snake, Eyes of Doom, Meteor. Ez mit csinál? Ez a kígyó. Egy tűzcsíkot fest a talajra, amit ha hozzáér valaki, akkor felrobban. Ez nem rossz, de ezt is csak későn fogjuk elérni. Még van egy negyedik. Azt talán a természetistene, ha jól emlékszem. Ezt elég kevesen választották, én úgy láttam legalábbis a chatben, úgyhogy nem tudom, mit csinál. Aztán lehet, hogy csak nem találták elég menőnek, és azért nem választották, egyébként meg az. Villámokat szór és vihart idéz. Kilő egy mágikus véggyöngyöt, ami megátkoz az ellenfeled és egy ideig sebzi. Ez nem is rossz, miért nem választják ezt? Azonnal villámot szór a célhelyre. Hatalmas robbanó villámot szór. Nekem ez tetszik. Szerintem ilyen természetistene leszek. Lehet, hogy a többiek első olvasták, nekem ez tetszik. Szerintem ez menő. Szóval akkor természetistenség vagyok. Szuper. Szia, Hana! Első küldi, jobb klik Hanára, majd yes. Beszélj az öreg lánccal, valami fontosat akar neked mondani. Rendben. Talk to Lance. Üdv Vándor, nincs most időm mindent elmondani, de olvasd el kérlek ezt a tekercset és siess. Tekercset. Ah, oké. Kaptam 100 manit. Most már gazdag vagyok. Olvasd a tekercset, amit adtam, és vásárolj be mindenből Shamunnál, aztán keresd meg Holent és segíts neki. Üdvözöllek, Vándor, a falu végén találtalak félholtra verve. Ja igen, ezt már elolvastuk egyszer ott a legelején. Ez jó hosszú ez a könyv. Rendben, elmegyek és vásárolok. Nálad kell vásárolni, és vásárláshoz kattints Shamunra jobb klikkel. Mindegyikből gondolom kell venni egyet, azért kaptam 100 pénzt. Úgyhogy mindenből veszek egyet, és el is fogyott a pénzem. Na mindegy, igazából semmiért kaptam, úgyhogy... Holen. Ugye Holenhez kell mennem most. Igen, azt írták, hogy Holenhez kell menni. Üdvözöllek idegen, menj ki a kikötőbe kérlek, és fogj nekem egy halat vacsorára. Nagyon éhes vagyok, és már öreg, nem bírok. Meghálálom neked, ígérem. Rendben, menjünk el horgászni végül is, nincsen most sötét, nem fogok meghalni. Nem lesz semmi baj. Kicsit eszek már. Már futni se bírok, és lehet, hogy annyira nem okos ötlet kimenni oda a sötétbe.
De jó az a fa, dinnyefa. Horgászunk innen a stégről, stílusosan. Szóval sima halat kell fognunk, ami ugye az 1.7-ben már annyira nem lesz könnyű, mert mindenféle vackot is foghatunk, nem csak halat. Meg ugye több hal is létezik. Hát remélem elsőre sikerül sima halat fognunk, mert nincs kedvem túl sokáig pecázni most. Valahogy az életben sokkal izgalmasabb a horgászás. Bár természetesen ez is ilyen kinek a paplan dolog. Na, na. Gömbhal, szuper. Hiába írja ki, hogy kész a küldetés, nem tudom neki leadni a gömbhalat, viszont majd tudok belőle víz alatti légzés potit csinálni később, ami lehet, hogy még menő lesz, nem tudom, hogy kell-e majd, de van gömbhalunk, szóval most már ezt is meg tudjuk csinálni, meg enni nem fogom, mert nem akarok meghalni, főleg ilyen hülye dolog miatt. Ah, kicsit be kéne etetni, mert ez rohadt unalmas. Mindjárt szétmorzsolom a kenyeret, azt bedobálom. Egyébként ahhoz képest, hogy tényleg most már 8:30 van, egész sokan vannak fönt. Bár lehet, hogy ma nincsen iskola, nem tudom. Na, sima hal, szuper! Menjünk vissza Holenhez, Holen volt talán a neve. Mindegy, a horgász csajszihoz. Azt hiszem a Holen az női név. Szerbusz, te félig nő, félig férfi. Itt a halad. Fogtál egy halat most vidd Holennek, köszönöm. $100 és egy teleport. Most menj a szabadok földjére és telepedj le. Megcsináltam ugye a kezdő küldetéseket. A következő részben láthatjátok majd azt, hogy hogyan is lehet letelepedni a szabadok földjére. És igazából remélem tetszett a videó. Az eleje tényleg nagyon unalmas, a szabályokat kellett elolvasnom, stb. Ígérem, a többi már sokkal jobb lesz. Legalábbis remélem, hogy jobb lesz. Ha tetszett, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet, írjátok meg kommentben, hogy tetszik-e nektek, szeretnétek ebből a sorozatot, mert egyébként tényleg nagyon jó küldetések vannak, a két darab fő küldetést már végigvittem, úgyhogy majd meglátjátok, hogy milyen jó dolgok vannak, és hát ennyi igazából. Köszi szépen a végignézést, Doggy voltam, sziasztok!